A veszélyhelyzet kihirdetése után át kellett gondolnia és szerveznie a szociális intézmény vezetőjének is a házi segítségnyújtás és a család segítő szolgálatok működését. Ez egy nagyon speciális helyzet most. Ugye a családsegítő kollégák eddig szinte napi szinten kapcsolatban álltak óvodákkal, iskolákkal, illetve a gyerekeket, családokat körülvevő egyéb szakemberekkel. Ez most sokkal nehezebb van, ami nyilván kivitelezhetetlen is. Viszont vannak olyan esetek, vannak olyan családok, ahol most ebben a helyzetben még nagyobb szükség van a mi segítségünkre, odafordulásunkra. Ebben mi igyekszünk maximálisan mindenkinek a rendelkezésére állni. A családi segítségnyújtásban a leginkább veszélyeztetett korosztállyal vannak kapcsolatban. A most kialakult speciális helyzet kapcsán még fokozottabban szükséges, hogy odafigyeljenek a higiénés előírások betartására. Ehhez mi alapvetően elláttuk őket védőeszközökkel, gumikesztyűt, szájmaszkot, kézfertőtlenítőt kaptak az intézménytől. Ebben viszont hatalmas problémákba ütközünk, hiszen ezeknek a pótlása folyamatos kellene legyen, viszont ezzel szemben tapasztaljuk ezeknek a felszereléseknek a hiányát. Ebben mindenhonnan próbálunk segítséget kérni, megmozgatjuk a kapcsolatainkat, illetve azokat a lehetőségeket megkeressük, hogy ez folyamatos legyen. Fokozottan figyelnek a gondozottak egészségügyi állapotára, és több időt fordítanak az idős emberek megfigyelésére. Például testhőmérsékletmérés, a gondozónők minden nap odafigyelnek arra, hogy az idős ellátottak megfelelő mennyiségű ételt, italt vittek-e a szervezetükbe, gyógyszereiket bevették-e, illetve ennél a szolgáltatásnál is előtérbe került pluszban a telefonos kontaktus is. Az idős emberek bármikor hívhatják a gondozónőket, akár munkaidőn túl, illetve hétvégén is, bármilyen megbetegedésre utaló jelet tapasztal magán, azt jelzi a gondozónő felé, és így föl tudjuk venni a házi orvossal, vagy a szükséges egészségügyi ellátórendszerrel a kapcsolatot, így segítjük őket. A gondozók odafigyelnek az idősek mentális állapotára is. Ez még több odafigyelést kíván a demenciával élő idősek esetében, ráadásul akkor, ha egyedül élnek. Nagyon fontos az embereket, a gondozottakat, családokat, időseket lelkileg is támogatni, hiszen hallják a híradásokat a televízióban, rádióban, a média különböző felületein. Időnként szembesülnek olyan hírekkel, amit nem egyszerű feldolgozni, aggódnak saját magukért, aggódnak a szeretteikért, és ebben is próbáljuk őket támogatni, akár a családtagokkal történő kapcsolattartás terén is. Megpróbálják a gondozottakat hiteles információk alapján reálisan tájékoztatni. Elmondjuk mindig mindenhol, hogy aki megteheti, az nyilván ne menjen az utcára, vagy lehetőleg gyorsabban, leghatékonyabban intézze el az ügyeit, és amiben tudunk, mi segítünk nekik. A kistérség több településéről érkezett megkeresés az intézmény felé az elmúlt napokban, hogy további gondozottak ellátására lenne szükség, elsősorban a veszélyeztetett korosztályba tartozó 70 év feletti időseknél. A segítséget bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban igénylik elsősorban, amelyet az önkormányzatokkal közösen oldanak meg a kritikus időszakban.